Sajtótájékoztatót tartottak a győri tankerület központjában. Blazovicsné Varga Marian tankerületi igazgató értékelte a győri központ munkáját, majd Horváth Péter, a Révai Miklós gimnázium igazgatója elmondta, jelenleg országosan 59 tankerület működik. Az átszervezés lényegesen meggyorsította az ügyek intézését. Konkrétan arra, hogy az egy központ és az alárendelt 198 járási központ és utána az iskolák tagozódása helyett most ugye 59 tankerület van az alátartozó iskolákkal, itt Győrben 72, ez lényegesen meggyorsítja az ügyek az intézését. Tehát még korábban az ügyintézés úgy történt, hogy több lépésben az iskoláktól a járásokon keresztül, hogy megyei, ment a központba. A központban erőteljesen fölhalmozódtak ezek, hiszen nem volt annyi ember, hogy ezek át tudja tekinteni. Tényleg úgy tűnik, hogy ez egy teljesen fölösleges lépés volt. Majd ott eldöntötték hosszasan, hogy lehet vagy nem lehet, visszament a tankeretekhez, aztán vissza az iskolákhoz. Ez a folyamat lényegesen felgyorsult. Nyilván a korábbi, mikor teljesen önállóan gazdálkodtak az iskolák, ahhoz képest egy picit más gondolkodásra vagyunk mi is kényszerítve. Ha ezt szerintem jól értelmezzük és megfelelő módon nyújtjuk be az igényeinket, tehát megfelelő időben, akkor, amikor még nem romlott el valami, bizonyos értelemben van egy tartalék is iskolában, akkor szerintem ez ugyanolyan gyorsan tud működni, mint ha mi is önálló gazdálkodók lennénk. De ez egy picit más típusú módszereket kíván. Tehát ebben szerintem alapvetően nagyon komoly változás van. Miként abban is, hogy gyakorlatilag nincsen semmiféle elmaradás, utazási, megbízási, egyéb más olyan nem bérhez tartozó juttatásokban, amelyekben azért a korábbi időszakban Győrben talán kevesebb, de országosan azért lényegesen több probléma adódott. Tehát a működtetés, amit mindenki kíváncsian várt, hogy hogyan lesz, és azt gondolom, hogy elég sötét felhangok is voltak szerte mindenfelé. Szerintem ahhoz képest, és ahhoz az óriási munkához képest, amit kellett végezni az ősz során az önkormányzatoknak és az intézményfenntartóknak közösen, szinte azt mondja, zökkenőmentes volt. Blazovicsné Varga Marian, a győri tankerület igazgatója felhívta a figyelmet, sok változás történt az elmúlt hónapokban. 2016. november 30-án megalakult a győri tankerületi központ. Négy járás iskoláinak az ügyeit intézik. Négy járás iskolái tartoznak hozzánk, 72 intézmény, 109 feladatellátási helyet jelent ez. Az ellátott tanulói létszámunk 27 ezer, ez nem kevés, azt gondolom. És a másik nagy változás az volt, hogy 2017. január 1-től teljes körűen átvettük az önkormányzatoktól a működtetési feladatokat. Most eltelt a 17-es év első fél éve, és most már kijelenthetem, hogy zökkenőmentesen sikerült ellátni a fenntartói feladatok mellett a működtetői feladatokat is. A finanszírozás most milyen a tankerületben? Tehát hogy látja? Tehát papírra, tolra? Ez már régen nem kérdés, hogy van-e kréta, szerencsére. Ez már 2016 márciusa óta megváltozott, de 2017. január 1-től a győri tankerületi központ, mint a másik 58 az országban, önálló költségvetési szervként működik. A mi költségvetésünk közel 14 milliárd forint, és most a decentralizáció kapcsán pedig a helyben történnek a döntések is, így sokkal gyorsabbá és könnyebbé vált az ügyintézés, likviditási gondjaink pedig több mint egy éve már nincsenek. Új pedagógusok a rendszerben, szívesen választják a fiatalok ezt a pályát? Hogy látja? Tehát van utánpótlás? Azt látom, hogy az elmúlt időszaknak az intézkedései kapcsán, itt említhetném a Klebersberg ösztöndíjat, az életpályamodellt, egyre többen mennek pedagógus pályára, erre szükség is van. Én azt gondolom, hogy ha a rendszerünk jól működik, egyre többen fognak jelentkezni. Én úgy látom, hogy szívesen választják a fiatalok és a pedagógus pályát. Nem olyan mértékben, mint korábban, de itt is történt már előrelépés. Van-e hiány valamelyik szakmán? Igen, vannak hiány szakjaink, a matematika, a fizika, testnevelés, de eddig mi nyelvtanárok, ugye nagyon közel vagyunk, ez helyi sajátosságunk a határhoz is, nagyon sokan Ausztriában dolgoznak, de
megoldottuk még, és tudtuk biztosítani a szakos ellátottságot. És az életpálya modell, hiszen nagyon fontos, hogy lássa a pedagógus, hogy 5-10 év múlva hova kerülhet, illetve hát milyen bérezése lesz, mert az is fontos. Igen, az életpálya modell a jogszabályoknak megfelelően működik, ütemezetten történik. A pedagógusok fizetésemelése, én azt gondolom, hogy ez is segíti azt, hogy egyre többen választják majd ezt a pályát. Pedagógusok besorolása, mert úgy tudom, ez is megtörtént az elmúlt időszakban, tehát ki milyen pályázatot? Hát igen, a minősítések folynak, ez nem a tankerülethez tartozik, ez az oktatási hivatal szervezésében történik, de ezek folyamatosan történnek, ahogy a jogszabályok előírják. És a rendszeren kell-e finomítani, fél év eltelt, miben kell változtatni ahhoz, hogy még hatékonyabb legyen a tankerület? Akár hogyha a finanszírozást, a munka, a problémák megoldását, hiszen minden hát, dolgok is megoldandó előjelnek. Feladatok, azok mindig vannak, meg lesznek is. Én azt gondolom, hogy most ez a szervezeti átalakulás a fenntartó részéről, ez is nagyon jó dolog, és az is nagyon jó dolog, hogy önálló költségvetési szervként működünk. Egyelőre én most nem látnék változtatandó dolgot. Ha ez így marad és így fog működni, nyilván a mindennapok feladatainak megoldása mellett ez egy jól működő rendszert eredményezett már 2017. január 1-től. Tehát váratlan helyzetekre is tud reagálni a tankerület, tehát igen. Az intézmények. Helyben vannak a döntések, ez nagy mértékben segíti. Köszönöm.